gyönyörű szépen mennek el velük a fogat. Jó mindent a fogat! Látjuk, látjuk, hogy nagyon-nagyon mennek el a fogat. Visszafordítva, gyönyörűen fordul a fogat. Látjuk, hogy rutinos, idős fogathajtó úrról van szó. Nem tudom, hogy a fogat. És már mennek is tovább. Mennek is tovább. Igen, igen, ez az akadály is megvan. Nézzék, a Stella nagyon-nagyon fontos a Stella, nem szereti ezt a lassú tempót, de azért jó szobási kódába tartja a dolgokat, és profi hajtja. Erre mondják, hogy a rutin meg az élet. Két oldalt valamelyik csoportnak. Nem tudom, annyi kedves, mert van-e a segélyhajtó is ilyen csolti. Nem, nem ihat, csak a hajtó. Indul tovább, sikerült. Nagy erőfeszítések állát, de sikerült. Lássuk a következő akadályt. Megvan. Na, nézzük a vállát körül. Mindenki kell van. Megkéne öregtatást teremtett súrról, hogy készüljön fel a tapikofé. Jó sikerült az akadály, jó sikerült! Nézzük, megkérem, hogy szalagon kívül. Zoltán, hogy nem szóljon. Jó kell a mennek? Nagyon van. Két lehet volna a kaparám. Időre megy a verseny. Végre szeretnék látni egy igazi petyáros esztergáli hajtást. Lássuk, hogy van, engedjük el őket! Lássuk, hogy mennek az esztergáli hajtót. Így van, fejfeteljük. Az akadályokat
Lássuk, hogy hogyan borítja a bálát. Lássuk, hogyan megy az önök tapni papi. És ne tőlem a másik tapni papi. Így van, megsérült ez a gólya. Oda nézzenek! Szokták mondani, mint kutba. Az igen! Az orosz búvárszivattyú ehhez képest csak kezdődött. Lássuk! Nem hiba pont, mert nem hagyta ki, visszajött. Nem számítjuk hiba pontnak. Időt ugyan vesztett vele, de nem számítjuk hiba pontnak. Igen, és a várák között a tapikon a simán jön. Semmi probléma nincs. Egy hiba pont van, a tízest kihagyta. Ott van mellett a papa. Lássuk. Ez már egy levegővel nem megy. Picike marad. Hopp, megvan a borivás. Gyerünk. A gyengébb röpét lehet utána elengedni. Lássuk a báráknál. Ez nem egy egyszerű feladat, nem olyan könnyű, mint átmenni a két gólya között. Gyönyörűen hajtanak, eddig hibátlan, hozzáteszem még egyszer, hibátlan hajtás eddig. Segédhajtó segít a hajtónak, mutatja neki, hogy merre kell menni. Ez az igazi segédhajtó, aki látja és átlátja a pályát. Lássuk ezt a hibátlan menetet. Lefakulás,
valaki. Hozzáteszem, nagyon gyorsan kell lenni a pakolónak is, mert másodpercek hullanak a pakoló munkája. Kézifékes fordulás, darab! Egy hiba. Az idei kedvig nagyon-nagyon jó. Pedig most igazániból vízhűtésesen dolgozhatnak a fiúk és a lovak. Melegedni az esőtől. A fordulás után egy nagy hajtás, még jó az idő, egy hiba pont, még jó az idő. Engedjük el azokat a fejfogat, hadd menjenek! Ezt nézzék meg, gyönyörűen! Röpül a fogat! Igen, tapsoljuk meg az őszülyen! Kármán János úgy felkemet, hogy öleg rutinos hajtó. Gyönyörű szép, szólni a lovaival, hogy a szállásra. Nagyon jó. Elég lassan fogálják. Úgy látszik, hogy kemény, de elég. Itt vagyok még, mindjárt megyek, jó? Esernyő alatt vagyok. Jó. Jó, Tamás, te nagyon nagy, nem, a hajtónak kell, de időre megy a dolog. Oda nézel, egy pihenéssel, így van, egy pihenéssel. Egy órára nem tudom. Olivár. De két kettőre lehet, a tondos. Talán. Megszívott, hogy jól mosat. Menjek haza, van, hogy egy óra mosat. És megvan, megvan. Nézzék meg, ez a hideg vérő, hogy bele van húzva a fék. Egyszerűen. Itt a partukon elhúzták ezt a kocsit. Itt fönn. Nem zavarja őket, hogy a hátsó fék nem működik, vagy be van húzva. Abszolút nem zavarja őket. Onnél lesz szép csikó, majánál nem lesz a kocsit. Gyönyörűen forognak a bálák között. Nagyon-nagyon szépen forognak. Nézzék meg az öreg. Ő rutinosan, ügyesen hajt. Mint a régi kocsisok. És eddig egy hiba pontjuk van csak, Eddig volt versenyben vannak a lelődő őskői fogathajtó, vagy nézzék meg. Teljesen rutinos, akkor kétőre kidegnél, gyönyörű elvét. A második hiba pontjuk is megvan sajnos. Aha.
Pedig az átörül dolgozott a serát, hogy szabadul a kétenki rukiból. Most hosszabb vagy végre a fog kellett volna, hogy elérje. Lássuk, lássuk, elérjük, elérjük, elérjük. Kérlek, a másik alma is leesett, Laci. Nem vettük észre visel. Azt mondja, Dilok, hogy nem legendős a körbe. Jött, lehet, hogy magából indult ki. Hello, Vali. Lássuk, lássuk. Tudja a bárágulóvatás. Ugye úgyse sokat gurovattál. Lássuk, hogy hogy megy a dolog. Lendül egy csúri, lendül egy. Nem tudom, hogy ilyesztünk meg. Ha lássuk, hogy hidegvérőek hogyan ügetnek befele a célba. Lássuk egy gyönyörű egyszerre lépő hidegvéreket, nézzék meg. Teljesen egyszerre lépő, gyönyörűen lépnek. Ezt örök nézzük, hogy hogy megy a két hidegvérő. Ezt nézzék meg. Csapsoljuk meg Kálmán János, gyönyörű hajtás volt. 5-0-8 az ideje. Menet közben röpül le az autóról, illetve a kocsiról. A lovak még száguldanak, de a hajtó röpül eléjük. Ez az igazi segédpakoló, oda nézzenek. Meg se áll a fogad, Matyi a fal marad, nehogy kiboruljon. Az első igazi pakoló. Hozzáteszem, hogy eddig hibátlan a hajtó. Eddig hibátlan a hajtó, reméljük így is marad. Kívánom a gyönyörű fordul. Így kell hibátlanul hajtani. Lássuk, hogy a tetényi búvár hogy működik. Remélem, jó sok szódát raktatunk vele. Több levegővétel. Meg kell lépni egy levegővel. Üss meg van. Egy levegő. Ez igen. Ez is hibátlan eddig. Remegő képzel, de egy levegővétellen meglett a borivás, és gyönyörűen forgatja a lovait. Nézzék meg, óramiszerűen mennek ezek a lovak. Mindjárt vég az első. Hallgatom a gazdájukra, úgy látik nagyon. De akkor nem lesz rakulás, hogy csinálni. A vasmunk szerint voltam. Hát, gyönyörűen hagyják ezt a fogatot. Ez nem semmi időt mondod. Ez hibátlan. Balázs nagyon figyelj, hogy ez egy hibátlan. Látom, hogy nézzük minket a segédhajtót, ami kezeli. Valamire lehet használni a segédhajtót. Így van, elmondom, hogy eddig az egyetlen hibátlan. Pátoló látszik, hogy gyorsan pátoló. Oda nézzük. Behajolni egy csúnya kutát, hogy elérje a vár, csinálj meg egyet. Egyébként egy kis rendszabályozás, most mindjárt tudja a fogat, hogy mit kell csinálni. Néha kell egy kis rendszabályozás, hogy tudják ki a főnök és ki irányi, és ez is megvan. Nincs, egy alma megveszett, hogy hívatálhatnak a barát.
Nagyon-nagyon jó idővel vagyunk, nagyon-nagyon jó, rutinosan gyorsan hajtanak, nagyon-nagyon jó idővel vagyunk. Hát menet közben ugrik az egész hajtó. Mindenre hajtanak, nézzenek, repül a hajtó. Lássuk a befutót, egy hibával, lássuk a befutót. Gyönyörű szép, oda nézzenek, gyönyörű szép a befutó. Tapsoljuk meg, ez egy igazi gyors hajtás volt, egy hiba fokra, és 4 perc, 0-3 másodpercet. A Vörös József és Kovács András hivat, gyönyörűen kettenek, nagyon jó szép volt. Rutinosan gyorsan hajt, a pakolója is elég gyors, kiválogatja a hajtóit is, az egy gyenge, gyenge segéddel nem indul, ne rossz az idejét, gyönyörűen minden fogad. Kár az, hogy az ötszínapó ima fosztél, amit eddig csinál. Hulla hibakonta van természetesen, csak viccelünk. Lássuk, hány levegővel iszta meg a Jóska. Oldalt is folyik neki, egy levegő már megvan. Több levegő nincsen, ezt meg kell érnia, nem is több levegő Jóska. Ebben még gyakorolnia kell, még edzeni kell a borivást, úgy látom. A fogadhajtást nagyon megy neki a borivást, még nem annyira a második levegőt is fölvette. Ejjre kár volt azért Jóska, a hét kárvát. Ez csak figyelmetlenség volt egy kicsit. De gyönyörűen hajták, nézzék meg, repülnek a lóval. Oda nézzenek, oda nézzenek. Gyönyörűen hajták a lóval. Ha repül ez a fogat, ha repül ez a fogat. Gyönyörűen hajtanak. Nézzék meg a két csikót, itt már öpül, elég visszafogni őket. Bajkos és Jeles egyszerűen öpülnek. Oda nézzenek,
Itt repül a fogat, repül a fogat, érzékes fordulásunk. Gyönyörű, gyönyörű a fogat. Lássuk a pillanatnak a fogat. Történik egy levegővel itt a mindenki. Egyet pihenek, Jóster. Egy pihenés, Zsolti. Zsolti, hát most hosszú lesz a következőre. Nézzük a viharékat, hogy megy a két kisbéri. Gyönyörűen röpülnek a herét és a kanca. Oda nézzenek. Hibapont. Most legalább, hogy ám a Jocóval időre megy most már, mert egy hibapont mindegyikért. Kettő. Bocsánat, az Otinál már kettő van, úgyhogy időre kell menni gyorsan. Gyorsan, Eddig hibátlan megy az úr. Gyönyörű szép mennek. Lássuk a borívás, hogyan megy Vörös József úrnak. Bóriaknak nagyon kéne menni a borívás. Azt a egy levegővel, ezt tapsoljuk meg! Semmi pihenés közben. Egy levegővel levegő a bor. Ez igen, eddig ebbe ver mindenki. Mindenki felebb a borívásba. Azért a borriak borívók, nincs mese. Ez tisztán látni. Tisztán látni, és gyönyörűen hajtja, nézzék meg rutinosan, gyönyörűen hajtja ezt a gyönyörű szép pállót ebbe a speriterbe. Öröm nézni, ahogyan hajtja. Öröm nézni, ahogyan hajtja ezt a fogatot. Oda nézzenek, gyönyörűen. A végén lett egy hintó bemutató, hogy megmutassák, hogy hintóval mennyire gyorsabban lehet ezt csinálni. Lakolás nélkül, de azt csak bemutató lesz. Egy hibapont a 7 százát, Vörös úr. Egy hibapont. Most már menni kell az időre, lassan a pakolom, időre megy, gyorsabban. Lendületből azokat a méterfákat, lendületből. Vörös úr, nagyon figyeljünk oda, eddig rengeteg egy hibapontos van. Rengeteg. De közben az időre is, az egy hibapontosok között az időpont össze. A következő készüljük el Somogyi József és Szokter László. Még egyszer mondom, hogy találtunk egy milyen személyigazgatóságot, két bankkártyát, Leszkowski István. Ki van ez? Fogja az esernyőjét. Ki van ez? Nem szabad. Bóri születősi.
úgy van. Gyerünk, gyerünk, egy gyönyörű hajnál, gyönyörű, nézzék meg, tapsoljunk meg gyönyörű emléktel a fuga. Tagadjuk, 3-18 egyik állam. 3-18 egyik. Lássuk, milyen a tapolója. Dolgozik és kicsúszik a végre. Tuki! 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 Eddig a legjobb úgy nézem, hogy Vörös József ebben a körben. A csetét Vörös József, második. Egy híd a pont. Második, ha jól látom, nem biztos, de azt hiszem, hogy Bóni Vörös József. Tudom, hogy a támogatni kéne, hogy egy kívül volt. Lássuk a Somogyi urat. Somogyi úr, hát. Gyere, gyorsan. Kicsit lassabb el a pakoló, szerintem itt pakolási problémák is vannak. Megint egy hibapont. Gyerünk, Somogyi úr. Józsikának kíváncsi, hogy megy a gól. Eddig a Bóri Vörös József egy levegőre. Annyi előnye van, hogy gól az azért. És a Józsika is egy levegő, oda nézd belek. Ebben nem marad el senkitől. Ebben nem marad el. És jól hajt is. Kettő hibaponttal. Rózsika, figyelj oda, mert a Hoffernak öt hibapontja volt. Most már várd meg, hogyha egy gyengén pakol, akkor legalább a hibaponttal várd meg. Megint egy hiba, három hibapont Rózsika. Nem állj ki a kapszalatitól, nem állj ki a kapszalatitól, figyelj oda rá. Gyorsan, le kell a másik pontra hoppér úrnak. Jó, mert egy nyugdíjas tempó, úgy látok. Ez kicsit ilyen nyugdíjas tempó. Rózsika, hát így akar nyerni ellene. Hát ne hűj, hát szólj neki valami. Így akar megverni, hát lassan pakol. Ne, Józsi, figyelj oda dolgokat. Húzzal időt, hogy ő nyerjék kettőket közé. Hát ilyet. Következő versenyző Mati Attila és Rabuka Balázskének készüljenek fel. Gyerünk, legalább a végén egy esztergáli. Vártál, Józsika, nem vagy te ilyen beré gyerek, úgy van, elezd meg őket. Hát ki a főnök fönt a bakon? Ki a főnök fönt a bakon? 4-24-et lavartatja őket. De
olyan, mint egy csúgy, hogy jön lesz még, amit izé. Nem kell semmit elvenni. Viharzolt egy kicsit féltőlünk, és azt mondja, hogy bemutató jellegű ez a póni fuvak. Azt mondja, hogy ne engedjük el, csak bemutatóra, ne menjen időre, mert rövidebbek a lovak, könnyebben fordulnak, és a Zsolti azt mondja, hogy ez csak bemutató jellegű. Az idejét mérjük, de nem számít bele a versenybe. Szerintem még mindig bízik az első helyben, de Jósó szerintem megveri, hiába zárja ki itt a póni fuvatot. Viszont igaz, hogy kisebbek, rövidebbek ezek a pónik, ezt hozzá kell tenni, lehet, hogy kisebb helyen elférnek, de hozzáteszem a rúd, nem sokkal rövidebb, és a kocsit is, azért nem kisebb kocsit húznak ezek a kis pónik. A következő verseny egy kicsit erősebb lesz, ugyanis lett még egy kör, és azt mondja Zsolti, hogy a segédhajtóknak kell hajtani. Inni, bocsánat, inni. Hát azt hittem hajtani, ez nagyon bizonyom benne. De csak így jó. Úgy látjuk, hogy ezek a hajtók egy kis fél pedig nem érnek egy kicsit így jóra. Nézzék meg egy gyönyörű fejed a kék póni. Gyönyörű fejed a fogat. Elmondom, hogy eddig kibáltan a póni fogat. De mi a kocsiuk nem keskenyebb, mint a másik fogat. Hozzátettem. Hajtsuk azt a fogatot, hogy jó legyen az idő! A 700-át eddig 3:36-37, gyerünk, hadd menjen az a fogat, a 700-át leesett egy alma. Gyerünk! Azt mondja, hogy és még a póni nem megy, 3:45. Nagyon jó időt ment el a póni fogat, együtt menjük, hogy én időre elhettek hozzánk Móról. Gyerünk, Tibor! És nagyon jó délután a szüneti felfoglalás, hogy nagyon-nagyon jó. És nem mutathassuk Cetényre a környék legjobb lovait és legjobb lovasait. Gyerünk Tibor, egy kipa belső, hiba megvan. A Tibor is nagy fogat hajtó Móron. Pakolója egy kicsit gyenge, úgy látom. Nagyon lassan emeli fel azokat az ágyukat, de már fönt van a helyén. A következő Borosz Károly lett, de az már bemutató jelleggel lett. Kérem, hogy Boros Karcsi készüljön föl. Bemutató jelleggel fog egy hintóval. Azt szeretné bemutatni, illetve azt szeretné megmutatni, hogy mekkora a különbség egy Spenniker, vagy egy maratonkocsi, bocsánat, profi maratonkocsi és egy Spenniker kocsi között. Tehát, hogy mekkora, körülbelül akkora a különbség, mint egy Trabant és egy
Ferrari között, versenyautó között. Tehát könnyebb vele menni, sokkal jobb időt fog menni, és sokkal látványosabb gyönyörű szépségmutató jellegű lesz. Tudom. Eddig egy hibapont van a Tibornak. Tibor, nagyon figyelj oda, eddig egy hibapont van. Most van a második hibapont, a 700-át neki. Nézzük oda, figyeljünk oda. Oda nézzenek egy kézifékes megfordulást, hát ilyet a rallyba szoktak csinálni. Ez egy igazi kézifékes forduló volt. Tibi, add neki! Nem jól csinálta a fordítót, ki az? Nézzük ezt a gyönyörű szép fordítogatót. Boros Károly versenyez régóta, egy félutomban a profi és az amatőr között. Az oké elmondása szerint. Gyerünk egy hajrát, engedjük el ezeket a móri lovakat, hadd menjenek! Gyerünk Tibor, gyerünk! Kikapott egy borítót, kihagytam. Négy, különbséget! Hogy tudjuk a különbséget, nem fog pakolni, nem lesz rakodás. Gyönyörűen megy el a fogat. Ez egy maraton hajtás. A segédhajtó korrigálja a hajtó hibáit, illetve nem hibáit, hanem segítse a hajtó. Befordítja, ha netán egy kicsit túlmenek, mint most, kicsit hajtó is hibázott, ezt már a segédhajtó nem tudta korrigálni. De a segédhajtónak az a dolga, hogy így van, hogy egy kicsit segít rajt. Ez a lényeg a dolognak, hogy segít, rátibálja, húzza amerre kell. Hopp, egy kicsit túlmentek a lovat, gyönyörűen tolattam, nézzék meg. Azért látjuk, hogy az úr régóta hajt és gyönyörűen hajt. Fordulnak a lovai, ahogy kell. A segédhajtóval némi hiba van, mert nem bírja el a fogat hátulját, de neki az lenne a dolga, hogy eldobálja. Gondolom nem vele szokott ugrani, és gyönyörű a hajtás. Nézzék meg, gyönyörűen megy el a fogat, gyönyörűen megy. Befordítják, elej, hajt. Fordítják, lássuk ezt a szarkonfordulót, és lássuk a hajtót, lássuk a befutót, hadd röpüljenek azok a fejek, gyönyörű szépen. Tapsoljuk meg ezt a bemutató hajtást, hát kakolás meg, ilyen hajtás lehet 1 perc, 58 másodperc.